Na, üdvözlök mindenkit ismételten egy kis Dead Space-ben. Április óta nem voltam itt, gyerekek, szóval ez nem most volt. Nagyon-nagyon nem most volt, úgyhogy igyekszem az égvilágon mindent bepótolni, jó? Begy szó, tényleg, jó? Tehát elnézéseteket kérem. Tudom, hogy szeretitek ezt a sorozatot, én is egyébként. Ja igen, ezt el is felejtettem. Valami kéne nekem, ami nehéz és izgalmas. Ez jó lesz, ez tökéletes. Gyere. Ezt mindig elfelejtem, hogy ezeket egyébként meg lehet oldani így is. Tehát ez így teljes mértékben fasza. Ott is lesz azt hiszem egy. Mondom én, oké. Akkor legyen mondjuk az, hogy... Ez mondjuk kell nekem. Megint itt vagyunk, basszus, az Isten verje meg. Nem ezt akartam. Kontrollert, azt megint meg kell szokni, hogy mivel mit csinálunk. Jó, tehát megint itt vagyunk, kérem szépen egy jó kis Dead Space falván, mert azt szeretjük. És itt emlékszem, hogy lesz egy nagyon-nagyon utolsó kis szemétláda. Most, ahogy én ezt fölveszem, már jönni is fogott egy. Na gyeretek, görény. Gyere. Onnan oldalról. Ott is van. Ezt már kicsit messze van neki, nem tudom. Ez még nekem is közel volt. Miért volt közel nekem? A rohadt életbe. Nem baj. Most menteni nem fogunk. Ez a következő rész, ez megint kedves és aranyos. Ja. Igazából csak jól kéne célodni, és akkor nincsen ilyen probléma. Mondom én. Oké, ez nem volt rossz. Mondjuk nem rá szántam, de mindegy, igazából legalább a haverja is egy kicsikét így elfeküdt. Ja, de most igazából ez a baj, hogy itt van kettő ilyen kibaszott raptor, és ezek nagyon-nagyon szemetek, tehát ők szeretnek a semmiből kijönni. Utálom őket, eddig is utáltam őket. Bocsánat, ezután is utálni fogom őket. Hogy nyitom meg a... Nem, totál elfelejtettem. Hogy nyitom meg a menüt? Azaz, igen. Nincsen kísérlettöltöm, nagyot nem fogok elhasználni most erre. És... ja, fuck. Na remélem, hogy örültök egyébként, ha már ezt szavaztátok meg, hogy akkor most Dead Space 2-zni fogunk. Természetesen, valamelyik az csak jó ide nekem. Egy. Van meg már? Oké, következő, hol van? Elcsesztem, nem baj, még van lehetőségem. Még van 60 másodperc, igazából, hogy ne öljem meg magam, szóval... Ez jó. Gyerünk valami... Az is jó, még egy-egy gyorsan, valami kéket. Az is jó, megvan. Na végre, boldogság. Hú, gyerekek, hogy én mennyire... Az a helyzet egyébként, hogy... Én... Teljes mértékben ki vagyok készülve a horror játékoktól, jó? Tehát lehet, hogy ez annyira nem feltűnő. Lehet, hogy ezt ti annyira nem veszitek észre, de én teljes mértékben ki vagyok tőle készülve, jó? Tehát... Igen, tehát minden ilyen alkalommal nekem rá kell vennem magamat arra, hogy ne kapjak idegbajt, de szerintem aki látta egyébként a végigjátszásomat a Resident Evil 7-ből például, az nagyon-nagyon jól tudja, hogy mire számítson. Jó, tehát hogyha esetleg be vagyok szarva, illetve hogyha a Dead Space 2-t is néztétek, akkor szintén. És örülök, hogy néztétek, jó? Tehát ez valami mocsok módon jó. Jó, elvileg ez kell majd nekem. Unauthorized access to the computer mainframe is a violation of Titan Station. Fog jönni egy pár kis szemétláda. Ott is vannak, na. Hagyjál már békén! Nem. Jó, szerencsére így csak ezek a kis szarok jönnek, úgyhogy ez annyira nem vészes. Alapvetően egyébként ez a puzzle nem egy túl bonyolult valami, tehát gyakorlatilag annyit kell csinálni, hogy ugye ki kell pakolni, nyilván tudjátok, jó, tehát nem mai játékról beszélünk, de alapvetően tényleg annyit kell csinálni, hogy ki kell pakolni ezeket az aksikat és bepakolni a másikba olyan helyre, ahol zöldet fog mutatni nekünk. Ez zöld, oké, kiváló, tökéletes. Másik,
Ezzel a puzzle-el egyébként szoptam eléggé sokat, ugyanis nem értettem, hogy miért van kék. Aztán megtudtam, hogy miért van kék, és nektek is megmutatom, hogy miért van kék, jó? Tehát vannak olyan dolgok, amikre emlékszem, vannak olyan dolgok, amikre nem, úgyhogy biztosak lehettek benne, hogy van, amikor kicsikét szopatni fogom magamat, van, amikor meg tényleg így egészen jól át fogok boldogulni. Nem tudom, vannak ilyen emlékezetesebb részek igazából, ami úgy megmarad. Tehát például úgy emlékszem, hogy ebben a részben is lesz egy olyan, amikor valami ilyen rendkívüli módon halhatatlan rohadék fog engem üldözni, és abszolút nem emlékszem rá, hogy én azt hogy csináltam meg, jó? Tehát ott pánik volt, beütött, rendkívül, és jó volt. Na. Szóval akkor ez kijön, és ezt meghúzzuk. Oké, a puzzle az nem egy bonyolult valami. Gyakorlatilag ezt kell nekem ott deaktiválni. Most, hogy be van aktiválva, akkor most megyünk kifele. A túloldalt pedig ugyanezt meg kell csinálni, annyi különbsége, hogy ott lesz egy kis trükk. Nagyon-nagyon sok mindent megszegtem, nem szabadott volna a szabályzat ellen vétenem, igazán sajnálom, elnézést, mély a kulpa. Dagozva öltözök és hamut szorog a fejemre. Na és ugye, a puzzle lényeg, hogy... Bocsánat, csupak. El lehet forgatni ezt a cuccot, igazából be lehet menni a másik oldalra is. Mi egy tök jó dolog. Kivéve, hogy ott lesz egy bazi nagy dög. Ott nem ilyen kis fiszfaszok fognak jönni, hanem valamilyen bazi nagy szemétláda. Csak nem emlékszem, hogy hol. Valamelyik sarokban. Remélem, hogy a tőlem távolabbiban. Úgy emlékszem, igen. Nem tudom, hol fog jönni. Ott! Nem áll! Közel volt. Na most akkor szépen visszadobott ide Bakker, ami azt jelenti, akkor megint neki futunk a rohadt életbe, ennek nem örülök, ez van. Jó, kicsit tempósabban. Ezek sajnos ilyenek, hogy gyakrabban döglök meg. Az elsőt azt mindig bevágom, hogyha mókásokra többit is, de általában egyet, jó? Tehát általában egyet. Nézzük csak. Nem értem, hogy miért nem működnek most ezek a dolgok, tehát általában az... Utoltárhoz felmegyek. Tehát általában ezek megállnak ott, hogyha le vannak lassítva. Nézzük még egyszer akkor ugyanezt a sztorit. Unauthorized access to the computer mainframe is a violation of Titan jöttök. Station Civic Code. Replace all panels and back away from the fuse board. Ott vannak. Elfogytak? Nem! Persze, hogy egynek azért rám kellett ugrani, hogy szakadna össze. Sorrendet továbbra sem tudom, szóval majd menet közben megint kitalálom a kurva életbe, hogy ez sose jön össze nekem elsőre, nem tudom miért, pedig alapvetően egy tök jó taktika. Lefagyaszt, rárobban. Boldogok vagyunk. Tehát a lefagyasztás része legalábbis biztosan hasznos. Oké, és akkor tova. Utolsó aksi, gyere ide. Megyünk. Azt még sosem próbáltam, hogy így tudok futni egyébként? Nem, így nem tudok futni, hogyha telekinézisen vagyok éppen. Jó, meg is van, megnyomjuk. Igazából tényleg az egyetlen egy fontos dolog, hogy ott azt kinyissuk, és föl tudjunk menni szépen a nullgrafba. Mégis a gyógyítok magamon. Hú! Most ne csesszem el. Szerintem megpróbálom azt egyébként, hogy megállok egy helyben, és akkor úgy szedegetem le ezeket a cuccokat, ahol biztos. Fordulj, gyerünk! Nem bonyolult, amikor először találkoztam vele, akkor azt se tudtam, hogy mi az Isten nyilát kell csinálni, tehát el voltam tévedve teljes mértékben. Ezek a nagy darab rohadékok, ezek meg ki tudnak készíteni idegileg, de abszolút. Szóval, itt vagyok. Unauthorized visitor, mainframe.
és ott fog jönni majd a szemétláda. Nem ezt akartam, mindegy, gyerünk. Na mikor jössz, gyere! Gyerünk! Hol fog jönni, azt se tudom. Rossz helyen vagyok, baszd meg! Ne! Én meg akkor innen elfutok, jó? Na, ez meg egy kicsit hatékonyabb volt. Taposd már el! Na végre, édes Istenem. Jó, szóval alapvetően most ugyanazt kell megcsinálni még egyszer, jó? Tehát itt több nem fog jönni, nyugodtan, több nem fog jönni. Ugyanazt kell megcsinálni, csak most már kettő opció is van, vagy kék lesz, vagy piros, vagy kék lesz, vagy zöld lesz. Na most jelenleg nekem nem a kék kell, hanem a zöld. Az oké, aztán majd át kell variálni. Gyerünk. Nem. Oké. Tudom, hogy olyan látogató vagyok, aki nincsen igazolva, jó? Semmi probléma. Oké, és aztán pedig ott is. Gyere. Nem tudom, hogy ezek két oldalt is tudnak jönni egyébként, vagy én voltam szar helyen. Arról sem tudta. Deaktiváljuk. Köszönjük szépen! Na most, amit én még csinálok itt gyorsan, hogy ezeket itt kiszedegetem. Aztán meglátjuk, hogy melyiknél lesz kék, nem ennél. Annál igen, oké, tökéletes. Hogy mi a logikája egyébként, azt nem tudom, még mindig nem jöttem rá, de mindegy. Nem ez. Jó. Oké, szóval most gyakorlatilag ugyanazt csináljuk, mint eddig, csak most kék legyen. Méghozzá azért, ez egy totálisan opcionális dolog, de azaz. És itt pedig most akkor... Most akkor megint tudunk forgatni egyet rajta, pluszban. Azaz, és most be tudunk menni egy olyan szobába, ahova eddig nem. Gyerünk! Tehát igazából semmi más nincs az égvilágon, kizárólag csak cuccok, jó? Tehát boldogsággal töltem, hogy végre egy kicsit föltankozhatok ebből, abból, amabból. Az a helyzet, hogy a stázissal nem nagyon foglalkoztam, power node az nagyon kell, stázisokkal nem nagyon foglalkoztam, pedig az mocskos módon jól fog jönni. Jó, tehát mostantól tényleg olyan ellenfeleket fogok kapni folyamatos jelleggel, akiket lehető legegyszerűbb megállítani és úgy lövöldözni, szóval kelleni fog, rohadtul kelleni fog. Hogy tudja ezt valaki mondjuk basszus egy zílott fokozaton végig tolni, arról nem tudom. Tehát annyi a véletlenszerűség benne, hogy ehhez valami iszonyat reflexek kellenek, ami egy szerény személyemben majdnem 40 éves férfinak már nincsen meg, jó? Tehát ezt felejtsük el. Na, most akkor megyünk kifele, és akkor mehetünk tovább. Gyerünk. Lassacskán el kéne egy kicsikét beszélgetnem magammal, és kicsikét föltúrhózni itt a dolgokat, de fogalmam sincs, hogy mikor fogok kapni legközelebb egyébként bármit. Szóval ez majd kiderül. Anyátokat azt! Hú! Még egyet odaülöttem, de... Én hülye vagyok. Jó! Baszódjál már meg! Oké. Okay. Jó, akkor most már csak azt kéne megtudnom, hogy hova a francba röpültek a cafatjaik, tehát... Én ennek örülök, hogy én... Az végre valami. Tehát én ennek roppant módon nem örülök, hogy itt az égvilágon semmit nem kaptam.
Jó, csak ilyen nagyon van, oké. Szükségtörvény volt, mindegy. Retek szarul vagyok, szóval muszáj. Na most nem tudom, hogy igazából... Melyik testrész az, amit nekem szét kell taposni? Gyerünk! Ez az, kiváló, na végre mindegyiket összeszedtem, oké. Igazából ott az volt a feladat, hogy le kellett csapni egy-kettő dolgot, gondoltam gyorsan, hogy oda lövök valamit. Ezért mondtam, hogy valami még megvan, valami meg nincs, tehát ez itt totálisan változó. Ez a szakasz körülbelül nincs. Ez nincs meg. Jaj, itt azok a kis tetvedékek lesznek. Oké, és ez? Mi lesz még itt, azt se tudom. Hát ti meg mik vagytok, gyertek! Anyádat! Hát ez nem jó fejség! Kis pókbizbaszok! Kurva arcmászók! Kurva kaszás pók hallod, és itt... Fasztatok! Hans, add a Flammenwerfer! Pókmentesek vagyunk? Remélem, mert már kicsikét a hócipőm tele van ezekkel. Ott nem tudom mi van, de azt a dobozt azt elhozom onnan, mielőtt még... Álljál messzire, nem tudom. Bazd meg, megint jönnek? Jól hallom? Úgy tűnik, igen. Oké, és... Ez egy kicsit hatékonyabb. Ezekért nem kapok semmit! Mondjuk igazából a potruhába tenné, vagy mi az istenbe? Na mindegy. Nagyon hallgatózok, de fingom nincs, hogy lesz-e még valami, vagy sem. Aha, ott van egy ilyen kis pénisz még. Pont ott. Akkor ne legyek ott, amikor eltalálom, mi? Hát így se sikerült, na mindegy. Kimúlt, oké. Van még? Van még, hol van? Ott van még egy olyan kis pénisz. Valamivel le tudom dobni, vagy nem? Nem akarok pocsékolni, bakker. Bármi, amit hozzávághatok, léci, egy pók vagy egy... az is jó lesz. De azt nem tudom felszedni, francba! Ezeknek a testét hozzá tudom csapni? És hatékony lesz? Lássuk meg. Nem. Jó, ezt nem úszom meg francba. Pedig alig van őszerem hozzá. Nem baj, ez még mindig hatékonyabb volt. Rohadt életbe. Csak el kellett használnom egy pár ilyen szar. Ó, bazd meg! Az Isten, itt de utálom ezt a részt. Nem sincs már, baszki! Ez nem jó. Lőszert ad valaki, vagy nem? Feleltsen el, mi? Cseszétek meg!
Oké, ez nem fasza. Pont abból nincs, amiből kéne. Bazd meg. Hol vagy, te pénisz? Oké, megfut. Tuti is te, hogy jön még valami. Mondom én. Ne meneküljék, eci! Ilyen még van. Ugorjál ide, szevasz! Tudod mit? Akkor berekedjünk, berekedjünk, mi baj lesz belőle, jó? Megfoglak, azt hozzák, kurvat a költöd. Megholtál? Most már tudjuk. Nincsen, nincsen. Van bármi egyáltalán? Totálisan nullán vagyok, ez. Hú, de szarul állok, gyerekek! Semmi másom nincsen, csak az a... Oké, szerintem én úgy baktatok végig, hogy ez nálam legyen, jó? Mondjuk ezt is használhattam volna elvileg, de mindegy. Na. Egy power node-ot elhasználunk, erre kicsit föltöltsük magunkat. Hál' Istennek most vannak ilyen helyek. Textlog. Az mondjuk nem érdekel, jó? Tehát igazából nem nagyon fogok most olvasgatni. Biztos vagyok benne, hogy van, aki szeret. Én most annyira nem vágyom rá. Elvileg itt kipucoltam mindent, szóval akkor nézzük lőszerileg. Ez már jobban tetszik ebbe. Mennyi van? Hát nem sok, de jobb, mint a semmi igazából. Egyéb dolgok, nézzük csak, azt mondja, hogy egy ilyen dupla élettöltő. Aztán van nekem egy... Van egy pengem, nem tudom mi az. Oké, semiconductor, ezt el lehet adni, ezt el lehet adni. 100 spec, ez nagyon jól fog jönni, csak ne csesszem el és figyeljek arra, hogy szépen... Contact beam spec, schematic, ez mondjuk jó. Csak figyeljek arra, basszus, hogy föltöltsem magamat, amikor úgy van. Ja. Nem tudom, mindenkit kipucoltam, vagy nem? Úgy néz ki. Oda lent nincsen semmi az égvilágon, amit látnom kéne. Nem, innen nem látok semmit. Jó, akkor viszont arra fele kell tovább mennem, ez izgi lesz. Izgáj. Itt se hagytam semmit? Nincs semmi, amit lejtettem? Volt valami, amit eldobtam, úgy emlékszem, de nem. Nem. Az ott mi? Ugye ez csak ilyen? És én ezt nem használtam, hogy mekkora kis idióta vagyok. Odafönt, semmi, jó. Reménykedtem pedig, mert totálisan ki vagyok fogyva minden szarból, de ez van, mindegy, akkor menjünk itt be. Nyissuk ki! Bocsánat, küzdketek. Utálom ezt a hekkelést, mert tök véletlenszerű, gyerünk. Egy. Kettő, egy utolsó tényleg megcsesz az áram. Megvan, oké. Most mielőtt én tovább megyek, még gyorsan egyet mentek, jó? Tehát, hogy... biztos, hogy ne cseszem el. Na szóval, akkor megyünk. És... ha emlékeznék rá, hogy mi van itt, akkor nagyon boldog lennék, de fogalmam sincs. Halvány lila fogalmam sincs. De mikor van itt, szevasz? Ez így van, de... Jó, másunk nincsen, csak Nikolunk, szóval ez teljesen fasza. És ez akkor... most jön az antigravos rész, oké, elvileg itt egyet kell majd lőnöm, ami pozitív. Ha igaz. Nem vagyok benne biztos, de nagyon remélem, hogy így van. Jó. Objective complete. Objective added. Mi az az objective? Azt, hogy rohadtul nullgravban vagyok, és nekem most itt ezeket a paneleket kellene szépen irányba állítani.
Mondom, irányba állítjuk. Azaz, megfog. Ellie, it looks like two of the mirrors are out of alignment. How's he doing? Így van. He's stopped hyperventilating. És akkor szépen ezeket a napelemeket, ezeket egyik meg van, kiváló. Francba vagyok? Nem. Jaj, emlékszem, ott van egy ilyen fasz. Mármint, hogy tényleg, tehát figymával mindennel, csak figyeljetek. De nem vagyok Stroganov. Gyerünk! Gyerünk, te pöcs! Most kinyílik. Ott is van. Szevasz, öreg. Ó, bassza meg. Te még élsz? Csezd meg. Bocs. Most már talán megoldjuk a problémádat, jó? Elméletileg itt a vége neki, ha igaz. Gyerünk, menjél már. Oxigén hol a faszomban van? Nem? Nem itt? Ezt nem figyeltem. Kamera. Na végre, köszönöm szépen. Hála Istennek. Oké, és itt eléggé nehéz egyébként bármit az égvilágon felszedni, mert elszállnak, szóval... Kicsikét itt trükközni kell, de nem baj. Megoldjuk, oké, és tökéletes. 97 darab van, oké, és akkor most merre fele tovább? Arra föl? Ja, majd mindjárt megoldom, csak először recharge-olok egy kis oxigént. Megyünk itt tovább, az mi? Ja, az csak pirosan világítva szakadna meg, oké. Jó, alapvetően itt már semmi extra dolgom nincsen, csak szépen itt... összeszedni mindent, ami van. Gyerünk, meg menet közben oxigént felszedni magamra, hogy véletlenül se halljak meg, jó? Tehát alapvetően ennyi, semmi más. Mi ez az? Itt vannak a bajok, látjátok? Hol van? Azt már el se kapom, bassza meg. Na mindegy. Gyerünk, van még cucc. Mondom én. Ja, kicsit tempósnak kell lenni, de van. Oké, tehát gyakorlatilag ilyenkor azt csak, hogy megfogom, és tényleg ez a lövök, megfogom, fölveszem. Tehát tényleg ez a, mit tényleg, célzás után, ugye ez a gyakorlatilag, ja. R2 kör, tehát ez ilyen, az ott is vannak még motyók, azaz. Megvan. Nem, bocsánat, R2 kör X. Oké, elég gyors voltam, kiváló. És akkor ott is van még egy. Egy az elszállt sajnos, de hát ez van. Gyorsan egy oxigén. Megyek még tovább, hát ha... Aha, ott is van még. Jó, tehát nem szabad soha elhagyni a dolgokat, oké? Én legalábbis nem vagyok annak a híve, hogyha vannak ingyen dolgok, akkor azokat ott felejtsük. Hoppa, hol vagy? Fölszedtem? Ezt tudni, hogy láttam, hozzáértem, de hogy felszedtem, azt nem tudom most így hirtelen. Pedig az jó jött volna. Ezt felszedtem, azt tudni. Oké, és akkor elvileg ez is már üres, szóval... Tökéletes, akkor megyünk fölfele szépen. Hol van a másik? Ő hibás még, okés. Van időnk, jó nyugalom, van időnk.
gyerünk. Ami kékben van, az oxigén, addig tökéletesen jók vagyunk, oké? Meg is vagyunk, oké. Tökéletes, most pedig akkor... Jó, most merre kéne mennem? Arra vissza? Úgy tűnik arra vissza, ha? Jó. Remélem, hogy elég lesz basszus az oxigén, nem? Elég igen. Aha, itt is vagyok, kiváló. Tökéletes! Hú, banyak, ne ez izgi lesz.